Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECIGI tesztek. Ebben a videóban egy szögletes valamivel fogunk megismerkedni. Nem is mutatom meg. Nézzük egyből meg közelről. Aztán majd meglátjuk. Tehát akkor nézzük meg, hogy mi is ez a doboz, ami így hirtelen a kezem ügyébe került. Icipici kocka, egy darab csatlakozó, és a kijelzője sok mindent elárul. Ez bizony egy Vaporshark DNA 20-as. Nézzük meg először a dobozát, kicsit még piszkáljuk a kedélyeket. Ami a dobozról kiderül. Ebben egy 1200 mAh-s lítium polimer aksi található. A teljesítmény állítása az 7 és 20 watt között 1/10 wattos lépésekben működik. DNA 20-as elektronika van benne, és maga a ketyerének a mérete az 74x36x20 mm, a súlya pedig 11 dekánál egy picit több. Ami még a dobozban található, megpróbálom kiszedni belőle. Az egy darab micro USB kábel, és gyakorlatilag más nem is. Ezt vissza is tehetjük. Már nem lesz rá szükségünk. Nézzük meg közelebbről. Tehát, amit az előbb is elmondtam, ez egy eloxált cink-alumínium házban található, és magában a testben van nem kiépíthető módon, hát kiépíthető, de nem cserélhető a buszon két megálló között. Az egy 15 C áramtűrésű 1200 mAh-s beépített lítium polimer cella, és amit még jó róla tudni, hogy ugye, mivel ez beépíthető, ezt ezen a szabvány csatlakozóján tudjuk megoldani, és ebben az üzemben akár pass-through üzemmódban is tudunk vele pöfékelni, tehát ha lemerült, akkor töltés közben is tudjuk élvezni a általa generált gőzt. A működését nézzük meg közelebbről, tehát itt alul látjuk a kijelzőt. A zsebzár funkció, az itt látjuk is, kiírta, hogy lokkolva van, és nyomjuk meg 5-ször. 1, 2, 3, 4, 5. Kioldottuk, most nincs rajta semmi, ezért kiírja, hogy ellenőrizzük az atomizerünket. Nézzük tovább, hogy és mi működik rajta. Ugye itt van egy mínusz és egy plusz gomb, illetve maga az elsütő billentyű. A kijelzőt, hogyha zavarna minket, akkor ki is tudjuk kapcsolni. Mindent csak kikapcsolt állapotban tudunk végezni, tehát lezárt állapotban. 1, 2, 3, 4, 5. Lezártuk. Hogyha megnyomjuk a tűzgombot és a mínusz gombot 10 másodpercig, akkor kapcsoljuk be ezt a lopakodó üzemmódot. Nézzük meg, hogy működik. 1, 2, 3, 4, 5. Kikapcsoltuk, és most hiába izzítok, a kijelzőn semmit nem látunk. Ennyi gyakorlatilag ez a stilt mód. 1, 2, 3, 4, 5. Lelokkolom, és visszakapcsoljuk most a kijelzőt. Ugyanúgy a mínusz gombot és a tűz gombot nyomjuk egyszerre 10 másodpercig. És visszaálltunk normál módba. A következő állítási lehetőségünk, nincs belőle sok,
Az az, hogy éppen hogy szeretnék a kijelzőt látni, hát ez attól függ, kinek mi a preferencia, hogy tartja a modot, hogy szereti leolvasni. Jelen állásban ezt most így lehet olvasni, hogyha szeretnénk megfordítani a kijelző kijelzési irányát, akkor szintén lezárt módban a plusz gombot kell nyomva tartanunk 10 másodpercig. Most kiírta, hogy ez a jobboldali üzemmódban van, és most a baloldali üzemmódban, és meg is fordult. Fordítsuk vissza. Vissza is fordítottuk. Fogjuk akkor a modunkat, és tekerjünk rá egy bármilyen kazánt. Úgy megnyomjuk. Látjuk is szépen, fönt kiírja, hogy 1,8 ohm, és most 9,5 watt, ezt lejjebb vesszük 9 wattra, 4,2 volt, 1,9 ohm, és hogy ködöle. Ködöl bizony. Nézzük meg akkor, hogy működik élesben. Az előbb beröffentettük a kis DNA-nkat, nézzük akkor meg most, hogy mit tudunk vele kezdeni. Mivel varivat készülék, azért simán meg tudjuk tenni, hogy levesszük a kazánunkat, és ráteszünk valami teljesen mást, és nem piszkálunk hozzá, ugyanazon a teljesítményünk hajtjuk. Rátekerjük az előző klónt. Na például nekem így a célszerű olvasni. Azt érdemes tudni a ketyeréről, hogy 6 amper áramkorláttal rendelkezik, és egy ohmnál alacsonyabb kazánt is rá tudunk tekerni. Papíron 0,7 ohm ellenállás feletti porlasztókkal már meg tud birkózni. Kellemes kis készülék, és nézzétek meg, olyan, mintha nem is lenne semmi a kezembe, csak számhoz emelném a kazánt. Nézzük akkor pro és kontra ezt a kis DNA készüléket, amit a VaporShark hozott el nekünk, illetve a Vape42. Kezdjük a kontrával, és akkor azt hamar el is felejtjük. Kontra lehet ez a felirat, ami egyes külföldi videókban panaszkodtak rá, de ez tapasztalat szerint inkább erősen a bőr izzadságának a kémhatásától függ, hogy mennyi idő alatt kopik le, illetve hogy kopik-e egyáltalán. Én használom most már ezt pár napja, és semmi panasz nem lehet a feliratra, én nem látok rajta semmiféle kopást. A másik negatívum lehet, hogy az aksi nem cserélhető, illetve cserélhető, csak nem úgy, tehát ezt menet közben nem tudjuk kiteszem, beveszem módon cserélgetni. Negatívum lehet még, hogy számomra borzasztó sokáig világít ez az állapot visszajelző
kis információs rész. Lemértem 5 perc. Tehát megnyomom, izzítok, leteszem, semmit nem csinálok vele, és 5 percig még utána ez bőven ketyeg ez az ablak, és utána kapcsol csak ki. Még egy negatívum, hogy a teljesítményállító két kis gombja az, hogyha az ember marokban fogja, és nem figyel oda rá esetleg, akkor akaratlanul is elállíthatja a gombokkal a teljesítmény értéket. Érdemes néha rápillantani azért. Azt jó tudni, hogy a pozitív és a negatív irányba, hogyha állítjuk, akkor ha folyamatosan nyomva tartjuk, akkor egyre begyorsul a számláló, és a tizedes lépések egyre gyorsabban pörögnek, viszont nem, ha elérjük a maximum 20 wattot, akkor nem ugrik tovább és kezdi a minimumtól, hanem megáll a plafonon, és ott marad. Tehát, hogyha onnan akarjuk csökkenteni, akkor ugyanúgy a mínusz gombot kell megnyomni, és sokáig nyomva tartva egyszer csak begyorsul, és most már csak 9, így jó is. Ennyi a negatívum. Pozitívum. Bocsánat, most, hogy letekertem a kazánt, most jutott még eszembe egy negatívum. De ez a készülék sajátosságából adódik. A felső csatlakozó a résznél, ugye a csatlakozó mélyebben ül, megvannak a hornyok, viszont maga ez a cink-alumínium ház, ha egy ilyen tankot, mondjuk egy ilyen Typhoon típusú tankot tekerünk rá, ami teljesen kopra ráül a készülékre, akkor a felletekergetésektől egy idő után a tank alatti rész megkophat. Tehát akkor itt le is zárjuk a negatívumokat. A pozitívum, nekem nagyon tetszik maga ez az elektronika, ez a DNA20-as elektronika. Ahogy néztem, nagyon már nem lehet kapni magát az elektronikát. Máshol olvastam, hogy jön a DNA30, amiről még én semmit érdemlegeset nem találtam, csak az, hogy majd, és egyszer, és talán. A pozitívuma lehet még, ugye, hogy ez pass-through üzemben is működik, tehát töltés közben is tudunk vele pöfékelni, és a legnagyobb pozitívuma az ez. Ez a méret. Tehát így, ekkora készülékben meghajtva akár 20 watttal egy kazánt is, nem nagyon találkozik az ember vele. És hogy mindezt 1/10 wattos lépésekben tudja megtenni. Aki megijedne attól, hogy mi van, hogyha ebben az akkumulátor tönkre megy, vagy veszít a kapacitásából, vagy bármi, nem kell megijedni, lehet itthon kapni hozzá csere akkumulátort, ami hiába szedjük szét, tehát ez fixen bele van forrasztva, viszont ha elvisszük bármilyen elektronikai szerelőhöz, vagy van egy ismerősünk, aki rendelkezik egy forrasztópálkával, és szerelt már ilyen elcigit, nem akarok neveket mondani a fórumon, biztos meg lehet találni őket. Ők ezt percek alatt ki tudják cserélni. Hogyha nem számítógép környékén vagyunk, és csak ez a kábelünk van, akkor érdemes hozzávennünk egy fali ajzatot is, ezt összedobjuk vele, és így ebben a formájában ugyanúgy tudjuk tölteni a készülékünket, mint bármi más készüléket. A végére hagytam a számomra legfájóbb pontot, de azt mindenki eldönti maga, és a pénztárcája, hogy neki ez belefér-e, az már pedig az ára, ami jelen pillanatban szerint kicsivel 40 ezer forint fölött van. Persze, hogyha azt veszük, hogy ilyen pici és gramla lebontjuk a 40 ezer forintot, akkor nagyon sok. Hogyha azt mondjuk, hogy ez egy ilyen pici,
Tehát ez a pici, ez lehet pozitív, negatív. Ha egy ilyen pici DNA 20-asunk van, ami passzró üzemben is működik, akkor pedig azt mondom, hogy nagyon jó kis ketyere, mindenki eldönti, hogy neki ez sok vagy kevés, és vérmérséklete szerint dönt a vásárlás mellett, vagy sem. Én azt mondom, hogy nagyon jó kis készülék, ezzel az 1200 mAh-s beépített aksival nekem egy napot gond nélkül elment úgy, hogyha én pöfékelek, akkor láncpöfékelek, tehát egy olyan 40-45 perc fixen megvan, és mondom, így is nap végére megvolt, csak azért töltöttem rá, hogy másnap ne kelljen azzal kezdenem a napot. Egyébként semmi gond nincs vele. Remélem, hogy tudtam segíteni nektek a döntésben. Sziasztok!